Tisztelettel, szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, diákokat, szülőket, pedagógus kollégákat, akik megtekintik a Debreceni Szakképzési Centrum Pohóni Ferenc szakgimnáziumának, szakközépiskolájának és szakiskolájának rövid bemutatkozó filmjét. Kovács Zsolt vagyok, az iskola tagintézmény vezetője. A Szápár vagyok, fajkai technikus végzős tanuló. Ebben a megyében egyedül ebben az iskolában tanítják ezt a szakmát. Örülök, hogy itt tanulhatom, mert nagyon jó lehetőségek vannak benne, és a Dunántúlon szeretnék elhelyezkedni vele, vagy így tovább tanulni a Soproni Egyetemen. Balog Tamás vagyok. Miért választottam ezt az iskolát? Ezt az iskolát én azért választottam, mert én szeretek az ÁSZ szakmában dolgozni, szeretném az ÁSZ szakmát kitanulni. Rendesek itt a tanárok, rendesek a diákok is. Hogy mit szeretnék a továbbiakban? Én a továbbiakban szeretnék az ÁSZ szakmában elhelyezkedni, szeretném, hogy amiket itt tanulok, azt majd kint az életben meg tudjam mutatni, hogy miket tanultam, és gyönyörű széptetőket tudjak készíteni. Iskolánk több mint 50 éve végez szakképzést 3 szakmacsoportban a régióban. A 3 szakmacsoport az építőipar, azon belül az ács, burkoló, bádogos, festő, mázoló, tapétázó, kőműves szakmákban, épületgépész területen központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, víz, csatorna és közműrendszer szerelő, hűtő és légtechnikai rendszer szerelő. Faipari területen asztalos és kárpítos szakmai képzésünk van. Ezek a képzések szakközépiskolai szinten folynak, ez a régi szakiskolai szakmunkás képzésnek felel meg. A képzési idő 3+2 év. 3 év alatt szakmai végzettséget lehet szerezni, 2 év alatt pedig az érettségi vizsgával való felkészítés folyik. Nagyon tudnám ajánlani az említett szakmák tanulásán kívül a faipari technikus képzésünket, ami szakgimnáziumi képzésnek felel meg. A képzési idő 4+1 év. Ez faipari szakirányú ágazati képzés. Az itt tanulók képzési ideje, a 4+1 év, az arra elegendő, hogy a 4. év végén az érettségi vizsga mellett útoripari gyártás előkészítő szervező és építő és anyagmozgató gépkezelő képesítést is szerezhet a tanuló. A +1 év a faipari technikus végzettség elsajátításához szükséges. Ennek a képzésnek az elméleti és szakmai gyakorlati oktatásához, azért, hogy minél magasabb szintű és korszerűbb legyen, sikerült együttműködő partnerként megnyernünk a Nyugat-Magyarország Egyetem faipari mérnök képzőkarát. Komoly lehetőség ez diákaink számára a felsőfokú továbbtanuláshoz. Szakiskolai évfolyamainkon 1+4 éves képzés keretében sajátos nevelési igényű tanulók szakképzését végezzük. Az 1 év a szakképzésre való belépés előkészítő évfolyama. Iskolánkban felnőtt oktatási tagozat is működik. Ennek nagy előnye, hogy a 2. szakképesítés teljesen ingyenesen sajátítható el. Úgy érezzük, ezek a lehetőségek vonzóvá teszik az iskolákban folyó képzést, hiszen jó szellemű, elkötelezett pedagógus közösség szeretné átadni tudását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk a Pohóniban, szakképzés keretében, felnőtt oktatás keretében. Bővebb információkat iskolák honlapján, illetve a Facebookon.